Óriási taps fogadta a Tápió Szőlősi Általános Iskolában Ungvári Miklóst. Az olimpiai ezüstérmes dzsúdós tartotta tegnap a testnevelés órát. Mert egy csípő! Közösen melegített be a gyerekekkel. A diákok lelkesen követték alkalmi tanáruk minden kérését. Lassan gyűjtöd az erőt, az energiát! Ungvári Miki egy országos sportot népszerűsítő program keretében érkezett a Tápió Szőlősi iskolába. Nekem most ez egy különös színfoly, hogy Cegléthez közel egy ilyen szuper kis iskolába. Azt gondolom, hogy elég jó felszerelt iskolába jöhettünk, és mutathatjuk be ezt a programot a fiataloknak, itteni gyermekeknek, és hát ugye elhozni nekik azt, hogy példaképek eljönnek egy-egy iskolába, olimpikonok, olimpiai érmesek eljönnek. Meg lehet velük küzdeni, meg lehet a csapattársaikkal, osztálytársaikkal küzdeni, és hát az, hogy élőben lássák azt, hogy igen, mi is emberek vagyunk, példaképek kellenek a fiataloknak, a fiatal feltörekvő generációnak, és hát a program része ez is, és meg ez ugye mindennapi testnevelés is egy kicsit mozog, kicsit népszerűsít, akár legyenek innen Tápió Szőlősre olimpikonok, olimpiai érmesek, és tényleg sportoljanak. A Küzd meg a bajnokkal nevet viselő program 10 éve indult, és több mint 50 iskolában jártak már. 30-nál is több élsportolót példaképet kértek fel, hogy segítsenek népszerűsíteni a rendszeres mozgást. Ungvári Miki egyike a legnépszerűbb sportolóknak. Nem csak teljesítménye, közvetlensége miatt is imádják a gyerekek. A Mikivel már dolgoztunk együtt, tehát mondhatni azt, hogy ő már valamilyen módon ennek a programnak a nagykövete. Cegléden már egyébként jártunk vele évekkel ezelőtt. Most pedig az a célunk, hogy kimondottan hátrányos helyzetű településeket és olyan iskolákat keressünk meg, ahol a gyerekek mondjuk nem minden nap találkoznak ikonnal, olimpikonnal, olyan sportolóval, akik egy életre szóló élményt tudnak majd neki adni egy-egy testnevelés óra alatt. Ungvári Miki beszélgetett a gyerekekkel a mozgásról, az egészséges életmódról, és miután a diákok az exatlonból is ismerik, nem maradhatott el a sorverseny sem. Négy csapat küzdött meg egymással, természetesen az olimpikon is végigment a pályán, beállt versenyezni a gyerekekhez. A diákoknak példaképek kellenek, a program pedig kiválóan alkalmas arra, hogy motiválja azokat a gyerekeket is, akik korábban nem mozogtak, vagy egyáltalán nem érdekelte őket a sport. Még az olyan gyermekek is, akik hallom pedagógustól, akik eddig visszahúzottak, vagy nem vettek olyan szinten részt a foglalkozáson, azok is ott akarnak lenni és részesei lenni a csapatnak, akár a csapat sikerének. Szóval jó látni rajtuk, hogy tényleg egy-egy olimpikon ellátogatásával, vagy esetleg egy nagyobb városban volt, hogy négy olimpikon társammal vettünk részt hasonló rendezvényen, és nem csak a gyermekek, még a szülőket is aktívan be tudtuk vonzani. A Tápió Szőlősi iskola sportiskola, így a kötelező tesi órák mellett rendszeresen tartanak a mozgás népszerűsítő programokat. Ungvári Miki az óra végén dedikálta a gyerekeknek az ajándékba vitt pólókat, és természetesen közös fotók is készültek.